Akkor még egy eset van a hivatalos sorrend szerint, ami egy viszonylag egyszerű, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak idevaló. Ugye 765-ös, ezt látjátok? Jó. Ez egy, nem tudom már mennyi idővel korábban, most nem akarok rámenni a honlapra, de ott van, 21 mm-es göbbel indult. A citrológia megnyugtató volt, talán 8-10 éve, most nem esküszöm meg, rá került el hozzám. A citrológia, amit én csináltam, az is megnyugtató volt. Hát voltak benne follikulusok, semmi atípiát nem láttam, egyértelműen Betesda kettes kategóriája volt neki. Majd erre is visszatérünk, erre a trahea lehetőségre. Csak akkor elindítom még egyszer az útrangot. Ez egy szoríter, jó nagy göb, térfogatban 8-10-szeresére nőtt. Nem mindenütt lehet látni, de azért itt egyértelműen van halójele, van perindulális keringése is. Ez akármit látok a citrógián, ez follikulális tumornak kell lennie, közel 100% valószínűséggel. Tehát itt van egy szép perindulális ív, itt nem egyértelmű, itt megint van egy perindulális íve. Szóval ez egy follikulális tumornak kell lenni. Tehát a fordítottja is igaz, hogyha a citológia follikulális daganatot mutat, de az útrangkép ellene szól, akkor általában az útrangnak lehet hinni. De a fordítottja itt az, hogy a citrológiában kétszer is egy abszolút Betesda 2-es normál képet látunk. Az ultrahang kép alapján viszont ez teljesen egyértelmű follikulális daganatnak kell lennie. Ugye ez térfogatba 8 szorosára nőtt, tehát a 21 mm-es legnagyobb átmérőből, amikor én ezt láttam a beteget jó néhány évvel az első vizsgát után, akkor 42 mm volt a legnagyobb átmérő, tehát az 2x2x2, 8-szoros térfogat növekedés volt. A szövettan egyébként jó indulatú elváltozás lett. És akkor itt a másik része a dolognak, a traheára, hogy alkalmas-e az útrang, hát ez nem mai téma. Ugye itt föntről indulunk, és szép lassan megyek lefelé, azt hiszem. Nem, itt vagyok fönt. Tehát fönt a pajzsmirigy felső pólusa magasságában van egy viszonylag tágas trahea. Ahogy megyünk lefele, és a göb megjelenik, ott lényegesen szűkebbet látunk. Tehát itt ebben egyik rossz a felirat. Tehát ez a felső rész, itt ugye 29 mm-es a trahának a szélessége. Nem az upper, hanem az alsó résznél, ott meg a 29 helyett 19 mm. Nem gondolnám, hogy az úthanggal kéne traheát mérnünk, meg hát ebben az esetben nagy jelentősége nem volt. De ezt az utóbbi egy-két évben elkezdtem méricskélni, nem tudom, van-e valakinek ezzel tapasztalata, vagy tud-e valaki valami irodalmat mondani, mert őszintén szóval ezt ilyen szemmel nem néztem meg, hogy az útranggal mérjünk lépcső átmérőt. Valakinek? Akár, bocsánat, akár radiológus is van köztünk. Ti szoktátok, ha radiológus hozzászólna, esetleg figyelembe venni az útrangnál a lépcső méretet? Nincs radiológus? Jó, akkor bárki, bocsánat, akkor bárki. Hát a nagyon nagy golyváról van szó, meg láttam a traján, hogy nem egyenes, akkor én meg szoktam mérni. Meg azt leírom, hogy benyomatot képezni, nem tudom ilyesmiket, nem gondolom, hogy ez nagyon egyszerűs talán lenne ilyet, meg Jó, oké, elfogadom, én ezt sosem, mert rá szoktam nézni, meg lehet, hogy leírtam már életembe, de most úgy viszonylag szisztematikusan elkezdtem méricskélni, hogy a különböző szinteknél milyen a trahea mérete. De ez az eset alapvetően nem erről szólt, hanem akkor visszamegyek még egyszer erre az útran képre. Tehát így néz ki egy follikulális tumor, ezt így ránézünk, ennek nagyjából annak kell lennie. Van olyan elváltozás, most lehet, hogy rosszul állítottam meg, ahol mondjuk itt van egy ehonormál göbszerű rész.
aztán itt egy mérsékelt neoszegény, tehát amikor több egyértelmű külön álló területből áll, egy struma nodóza tud olyat produkálni, de ez nagyjából homogén szerkezetű, és hát az egészet körülveszi ez a perinoduális keringés, tehát ez mondom egészen biztos, hogy 95% fölötti arányban follikulális tumornak kell lennie pusztán az ultrahangkép alapján. Megjegyzés, kérdés? Nincsen? Még mindig nincsen? Jó. Akkor, ha megengedtek, akkor mutatok. Van még türelmetek?